tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Tudományban partnerünk a planetology.hu bolygótudományi portál. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Erzsóval, aki pedagógus, Gergővel, aki geográfus, és Nándorral, aki környezetkutató. Ez itt a Planetocast, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sziasztok! Ez a Planetocast 6. adása, a mikrofonnál Rezsabek Nándor. A Planetocast mai adásában állati asztronauták címmel beszélgetünk, és az űrhatárát megjárt, megközelítő, át is lépő kedvencekről fogunk diskurálni. Mindenek előtt azonban köszöntöm műsorvezető társaimat, Bardócni Kocsis Erzsót, szervusz Erzsó! Sziasztok! Valamint Kovács Gergőt, szia Gergő! Sziasztok! Arra gondoltam, hogy indítsuk az adást azzal az alapvetéssel, hogy ugye érthető okokból az első űrhajósok ugye nem emberek voltak, hogy akkor mai szemmel vizsgálja meg az állatvédelmi szempontokat is figyelembe véve, ez csak vajon a hőskornak volt-e megközelítése, vagy így a mai helyzetben is mit gondoltok, hogy itt tennénk-e, hogy élőlényeket küldenénk fel elsőként kísérleti szempontból, most teszem azt valamilyen naprendszerbeli utazás szempontjából még nem jártam, mert mit gondoltok? Az űrkutatásnak az elején úgymond a hőskorban még talán azért is küldtünk fel állatokat először, mert az űr egy teljes mértékben ismeretlen közeg volt az ember számára. Nem voltunk tisztában azzal, hogy a élő szervezetekre milyen hatást gyakorol a világűr, a súlytalanság, ezek a nagyon, nagyon furcsa körülmények. Ugye így evidens volt az, hogy állatokat küldünk fel legelőször a világűrbe, azért ez kicsit párhuzamba vonható a különböző állatkísérletekkel is, hogyha erre gondolunk. Én most már azt mondom, hogy nem látok komoly esélyt arra, hogy kísérleti célból állatokat juttassunk, vagy juttassanak az űrbe. Lehet, hogy később fognak állatok kerülni mondjuk a Holdra, vagy a Marsra, hogyha későbbiekben az ember oda telepszik, de én azt mondom, hogy ez a korszak véget ért, ez a kísérleti korszak. Ezzel az az érdekes, mert ez teljesen ilyen kétirányú dolog, hogy most akkor, ha nem végzünk kísérleteket állatokkal, tehát nem próbálunk ki valamilyen technológiát, úgymond kevésbé fejlett lényel, akkor kapásból egy embert fogunk küldeni egy bizonytalan járművel bizonytalan helyszíre. Tehát tudom, hogy nekem is van kisállatom, mindig is volt, tehát biztos nem venném jó néven, hogyha a törpehörcsögömet indítanák valahol a Jupiterre, és baja lenne, igazán szomorú lennék, ha Csenge ott maradna, de ennek ellenére inkább szegény Csenge maradjon ott a maga 5 gramjával, mint hogy egy komplett felnőtt ember. Tehát azért szerintem nem olyan fekete-fehér kérdés ez, hogyha így mérlegelünk, mert tudjuk jól, hogy van ez a állatvédelmi szempont, stb., hogy ugye ezt, hogyha majd beszélni is fogunk róla később, a franciák ezt roppant komolyan is vették, tehát ők például a házi kis kedvencet egyszer kipróbálták Felicitivel, aztán ennyi volt, tehát ők nem küldtek több macskát az űrbe, mert annyira kiakadtak a franciák ezen, főleg amikor meglátták, hogy milyen típusú feladatai voltak a cicának, úgyhogy nem tudom, tehát nem, én nem tudom egyértelműen azt mondani, hogy nem, mert az emberi élet fontossága talán néha felülírja ezt a kis kedvenc témát. Talán kevésbé fejlett állatokat elképzelhetőnek tartok, hogy feljuttatnak a világűrben, még ha nem is hölcsögök, de mondjuk kukacok, rovarok, legyek, pókok, stb., amik nyilván nem olyan fejlett állatok, mint mondjuk a gerincesek, azért azt érdemes elmondani, hogy elég sok országban most már elég komolyan veszik az állatvédelmet, Nagy-Britanniában fog kijönni egy olyan új állatvédelmi törvény, miszerint minden gerinces állat egy érző lény, és e szerint kell vele bánni. És ez egy nagyon, nagyon érdekes megközelítés, tehát
ez az időszak már ténylegesen lejárt, amikor gerinces állatokkal kísérletezünk. De hát az ember nem egy gerinces állat, végül is, ha bele gondolsz. És akkor kísérletezünk egy emberre, hogy oké, szegény nyuszikát, meg sajnálom, meg szegény kutyust, de beleültetek egy embert az űrhajóba, aztán menjen, amerre lát, aztán vagy összejön, vagy nem. Tehát azért mondom, hogy ez, én nem tudom egyértelműen állást foglalni, mert megértem persze, de nem tudom, szóval nem biztos, hogy én, mint űrhajós, szívesen vállalkoznék egy olyan útra, teszem ezt a Kuiper-övbe, ahol előtte még nem járta meg egy-két lajka előttem az utat, hogy ne lássam, hogy mi történik ott valójában. Most ez szempont, korábban nem volt szempont. Nyilván a Szovjetunióba kevésbé, de akkori Egyesült Államokban sem, tehát ezt azért lássuk be. Annak ellenére, hogy ezek ugye majd fogunk beszélni ezekről a korai állatokkal végzett űrrepülésekről, hogy azért itt a döntő többség ugye visszatért, bár nyilván az emblematikus lajka nem, de erről majd ugye megint szó lesz. Manapság azt gondolom, hogy azért ebben egy jelentős változás volt az állatvédelem szempontjai, sokkal jobban áthatják a mai társadalmat. Tehát én úgy gondolom, hogy Erzsóval abban egyetértek, hogy nyilván egy ember is kár, de én úgy gondolom, hogy nyilván egy ember szabad akaratából választa, mert mondjuk ez sem feltétlenül igaz, mert lehet, hogy egy olyan vakmerő és vakhittel megy, hogy áldozata lesz, és valójában nincs tudatában, még akkor is, hogyha egy űrhajós kiválasztás során a legjobbakat viszik, viszont úgy gondolom, hogy a másik oldalról olyan erős az állatvédelmi lobby, amivel egyébként én magam is egyetértek, meg támogatom, hogy valószínűleg nagyon megnehezíteni a kísérleteket, ugyanakkor viszont a józanész teljesen azt mondatja valóban, hogy nyilvánvaló, hogy majd olyan típusú küldetésekre, ami teljesen eltér a korábbiakról, nyilvánvaló, hogy nem emberrel kell, még akkor sem, hogyha lenne jelentkező, nyilván akkor is át kell ezt gondolni. Meglátjuk. Mindenesetre egy biztos, hogy ebben azért volt egy paradigmaváltás, ugyanakkor még azt se feledjük el, hogy itt ez egy kiemelt kérdés az űrkutatás kapcsán, azonban sajnos ugye nagyon jól tudjuk, hogy a különböző ipar, most a kozmetikumok összefüggő kísérletek, stb. Sajnos nagyon komoly áldozatai vannak. Nyilvánvaló, hogy viszont itt azért különbséget kell tenni egy jövőben mutató űrkísérlet, vagy az, hogy valamilyen kenceficét állítsanak elő a sok tízezernyi mellett, amivel extra profitot hajtanak, és közben állatok életébe kerül. Tehát itt azért ekközött is lehet egy éles határvonalat vonni. Mondjuk, hogy a gyógyszeripart is bevonhatjuk, és akkor megint teszünk egy csavart az egész ügyben, hogy akkor mennyire lehet, vagy mennyire szabad. Persze, így van, így van. Ugye az megint egy más kérdés, tehát úgy gondolom, hogy ugye az elvileg az emberek javát szolgálja, ugye akkor azt is tudjuk, hogy ugye nyilván a gyógyszeripari termékek egy része teljesen felesleges, és ugyanúgy egy túltermelés van, és rá van oktrojálva lényegében a fogyasztókra, attól függetlenül, hogy semmi szükség nem lenne rá. Tehát ugye ennek is nagyon két eltérő szála van, ugye nehéz megtalálni, nyilván mi csak így elemezzük meg a saját véleményünket, mondjuk meg amit ismerünk, az az űrkutatás, de ebből látszik, hogy mennyire összetett és bonyolult kérdés mindez. És hát rengeteg állat is, uram bocsán, azért születik, mert azok az emberek, akik a kísérleteket végzik, azt akarják, hogy ezek az állatok megszülessenek, pont azért, hogy az ő életük sajnos csak arról szól, hogy ilyen-olyan kísérleteket végeznek el rajtuk. Azt se szabad elfelejteni, hogy annó annak idején, amikor még ezek az űrállat kísérletek, hogy így fogalmazzak, zajlottak, mi nem volt internet. Tehát nem jutottak el ezek a hírek annyira gyorsan, annyira nagy hatásfokkal szét a világba, hogy érdemben lehessen reagálni rájuk. Hát igazából csak a tévéképernyőkön lehetett azt látni, vagy hallani, vagy és a rádióban, újságban az, hogy nem tudom, lajka kutya feljutott az űrbe. Nézzük szerintem végig, hogy vagy esetleg élőlényenként, vagy hogy mik voltak egyáltalán ezek a korai missziók, ahol állatok repültek, mit gondoltak, vagy hogy haladjunk a műsor folyammal tovább? Hát ugye már, amit hogy Gergő mondott, tehát ez a kevésbé fontos élőlényektől érdemes szerintem a minél fejlettebb egyedek felé haladni, hogy kik voltak az elsők, és kik követték ugye őket, mert nem feltétlenül ugye időben a legfejlettebbek meg voltak legkésőbb, hanem ugye elég érdekes megnézni, hogy egyes nemzetek milyen állatokkal kísérleteztek, mert nem mindenki ugyanolyan típusú
típusú jószágokat küldött az űrbe, tehát mindenkinek meg volt, mondom, maga specialitása, hogy ugye az oroszok rengeteg kutyát, ugye kb. 48 kutyát küldtek az űrbe, ugye, míg az amerikaiak számtalan majmot küldtek az űrbe, ugye a franciák az egyedüliek, akik ugye felmutathatnak egy patkányt, meg egy cicát, az összes többi nemzetre ez nem volt jellemző, de így, ha körbenézik, akkor mindenkinek megvan az, hogy melyik volt a keleti oldalon, melyik volt a nyugati oldalon, hogy milyen típusú állatok hova, merre utaztak. A legelső V2-es rakétával muslicákat indítottak, tehát akik ugye részt vettek ilyen az első ilyen szuborbitális repülésen, ha jól rémlik, tehát és ők, akik ilyen, ők viszont amerikai színekben, tehát nem keletről, hanem igen. Nyugaton. Legegyszerűbb élőlényeknél folytassuk. Ugye nemrégben tartottam egy előadást a orosz űrprogramnak egy jóval kevésbé ismert missziójáról, programjáról, ugye ez a Zond sorozat volt. A Zond sorozatról nagyjából annyit kell tudni, hogy két teljesen eltérő felvonása volt. Az első etapban egy naprendszerkutató űrszondát indítottak, három darabot, mégpedig Vénusz, Mars, Hold irányába, utána pedig ez volt az orosz L1-es holdűrhajónak tulajdonképpen a fedett repülése, tehát ugye kifelé zondsorozatként folytatták, automata holdűrhajóról beszéltek, de valójában ez azt a célt szolgálta, hogy ezzel akartak hold körül embert juttatni az oroszok a földünk külsőséges kísérőjének térségébe, ugye egy vagy több keringés után pedig visszahozni. A misszió olyan szempontból sikeres volt, hogy ezek az eszközök elrepültek, visszatértek, voltak a visszatérésnek problémák. Emberrel végül soha nem repült, ugyanakkor viszont az oroszok ebben nagyon komoly elsőségre tettek szert, és 1968. szeptemberében először jutottak élőlényeket a hold közelébe. Kapitány, vagy a kapitányok teknős békák voltak. Emellett viszont egyéb, tehát növénymagvakat is, de nagyon lényeges, hogy légypetéket, legyeket, bormuslicát, akkor algát, különböző apró élőlényeket vittek. Ezek valamennyien épségben visszatértek. A légylárák közül több ki is kelt utána az elmondások szerint, és ugye alapvetően ugye a teknősök voltak a vizsgálatnak a fő célpontja, hogy teljesen normálisan viselték ezt az űrutazást, és rendben visszatértek abban a kabinban, ami a zondban erre szolgált. Ugye el kell mondani, ez a zond tulajdonképpen egy Szojuz űrhajó altípus volt. Annyiban különbözött, hogy eltávolították a orbitális kabint, és a orbitális kabin helyett gyakorlatilag, vagy annak az oldalt egy antennát szereltek föl. Emellett ugyanúgy a Szojuzokon megszokott parancsnoki egység, ami a visszatérő egység, meg a műszaki egység az teljes mértékben megegyezett, ahogy az antennák, illetve a 10 méteres napelem szárnyak, és ezeken a zondokon tehát először repültek ilyen típusú élőlények, gyakorlatilag a holdhoz. Ezzel megelőzték az embert is, aki 68 decemberében az Apollo 8-al járt először. Tehát ez is egy érdekes kísérlet volt. Egy másik érdekes dolog lehet, hogyha belegondolunk abba, ami hír volt, amikor az Apollo 12 leszállt a holdra, és ugye ezt pont úgy csinálták, mivel az Apollo 11 nem a kijelölt helyen szállt le, hogy egy kitüntetett helyen szálljon le az Apollo 12, ez az egyik Surveyor űrszondának a helye volt, és ahogy oda ment a két űrhajós az űrszondához, kicsavaroztak belőle néhány alkatrészt, kameraobjektíve, stb., és később ebben betokozódott Streptococcus baktériumokat találtak, hogy most ezek mikor kerültek oda, a Surveyor űrszondával együtt kerültek oda, vagy akkor, amikor ők oda mentek, és ők szennyezték be akaratlanul ezt az eszközt, ezt nem tudni, viszont ez egy megint csak egy tökéletes dolog, hogy azért nagyon komoly dolgokat túltanak élni, nem csak a baktériumok, de egyébként a medveállatkák is, hogyha már itt vagyunk, medveállatkák pedig egy abszolút brutálisan jó túlélő állatoknak tekinthetőek. Én amennyire tudom, a megoldása az, hogy valószínűleg ezek az apró organizmusok a visszatérést
követően kerültek a kamerára. Ugye az egyik elképzelés az, hogy nem sikerült a sterilizálás tökéletesen, és ugye így kerültek fel a Surveyor szondába, vagy azt hiszem ez a kamerán voltak, és ezt a kamera egységet szerelték le, és hozták vissza, és ugye túlélték azt hiszem, hogy 2 esztendőt, amíg odaérkeztek az űrhajósok, de a legutolsó álláspont szerint ezek nem akkor kerültek föl, hanem amikor visszajöttek a kamerát, ugye földi körülmények között, nyilván ugye letelt a karantén időszak, ugye az eszközöket is nyilván megfelelő módon kezelték, de valahogy itt került rá már a visszatérést követően. Egyébként érdekes, milyen túlélők voltak a Kolumbia űrsiklón is. Tehát ahol kicsi ilyen férgeket vittek, ugye azt tudjuk, hogy az űrsikló maga megsemmisült, de ezek a férgeket megtalálták a roncsok közt élve, tehát ugye ők is ilyenek. Másik meg, amit mondtál a zonteknősökről, az az érdekes, hogy szinte egy az egyben ugyanezt a kísérletet akarták lekopizni jó kínai módszerrel. A kínaiak, ugye megszoktuk, hogy minden lemásolnak, és ugye 2014-ben ez a Csangó 4-es szondával majdnem hasonlót akartak produkálni, mint az oroszok annak idején, tehát ők is gyapott magot, burgonyamagot, gyümölcslégypetét, meg teknősöket szerettek volna felküldeni. Ugye a Holdra, csak ugye azért nem teljesült végül a kínai teknősök missziója, mivel kicsi volt, tehát kevés volt a hely, tehát nem tudtak annyi hasznos terhet felvinni, tehát ugye 3 kilóban nem fért bele ennyi minden, illetve nem tudtak akkora teret biztosítani számukra, ugye már az állatvédelemről beszéltünk, mert csak kb. 20 napig lett volna elegendő oxigénjük, tehát valószínű, hogy nem élve jutottak el volna a küldetés helyszínére, úgyhogy inkább ezt a programot ők elejtették. De egyébként, ha összejött volna, ez tisztára ilyen lekopizással lett volna a zondőtnek. Hát ugye lássuk be az orosz eredményeket, eszközöket, gyakorlatilag teljes programokat ugye a kínaiak nagyon szépen ugye átültették, egyfajta benchmarking volt, tehát véletlenül ugye ez, amit mondasz, én biztos vagyok benne, ugye ők ezt ugye ismerték. Ugye ezek a korai repülések, meg ezek a titkos orosz holdküldetések, ezek a Szovjetunió összeomlásai titkos projektek voltak, viszont a Zonnak a repüléséről, ugye, meg az, hogy ez egy automata holdűrhajó, ez ismert ott, meg ezek az élőlények, hogy mentek, tehát ezt ugye ismerhették már akár korábban is, de mindenképpen lehetett információ, úgyhogy simán lehet, hogy ezt így látták, átvették, és úgy mondom, hogy mint ugye számtalan fejezetét lekopírozták az orosz programoknak, sőt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag jó tanuló módjára már lassan lekörőzik a tanárt, nyilvánvaló, hogy erről lehetett információ, és simán lehet, amit mondasz. Hát ha már új típusú élőlények kellenek, akkor már vannak olyanok is, akik ugye mászkálni tudnak, nem úgy, mint a teknősök. Tehát ugye a pókokról volt már köztünk szó, ugye, hogy hogyan végeztek kísérleteket ugye a nemzetközi űrállomáson pókokkal, de 1973-ban két pókhölgyet is felküldtek, Arabellát és Anitát, amiben az az érdekes, tehát nekik nem volt olyan kalandjuk, mint a korábbi, vagyis a nemzetközi állomásos kollégáiknak, tehát ők nem szöktek meg, és nem hoztak frászt az űrhajós kollégákra. Ők is ugye szintén a hálószövést figyelték, ugye, hogy súlytalanság állapotban hogyan képesek. Viszont ugye mondtuk, hogy az állatvédelmet minden, de se Anita, se Arabella nem élte túl ezt a kísérletet, mert dehidratálódtak, és akkor szegényeket úgy hozták vissza a földre. Viszont elismerve a munkásságukat, meg az űrutazásukat, az ő temetemük a mai napig ki van állítva, és megnézhetőek, hogy voltak ilyen űrpókok, tehát őket meg lehet látogatni. Hát ugye persze itt jön be még egy érdekesség, hogy ugye ezek a különböző állatokkal összefüggő fóbiák is ugye mennyire befolyásolják azt, hogy szolidárisak vagyunk. Nyilvánvaló, hogy minden élőlényért kár, és én a pókokat kifejezetten kedvelem, de biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen közönségszavazás lenne, itt még lehet, hogy mondjam, így sokan örültek volna, hogy nem tértek vissza, és ezt is tegyük hozzá, hogy ezek a közvélem, vagy attól való félelem, vagy annak a figyelembevétele mennyire befolyásolja a tervezését, hogy milyen élőlényeket vigyenek a jövőbe, ilyenek is befolyásolják, hogy nagyon nem mindegy, hogy ugye milyen fajhoz tartozó egyedek repülnek. Hát meg eleve, hogyha pók, akkor ne egy fekete özvegyet küldjünk fel az űrbe, ami eleve veszélyes, még a fenntartózkodó űrhajósok számára is,
hanem egy olyat, ami tényleg nem veszélyes, tehát azért ez sem utolsó szempont, mint az sem utolsó szempont, hogy maga az állat mérete és tömege mekkora. Tehát így érthető, hogy a szovjetek nem egy medvét küldtek fel az űrbe, hanem egy kutyát, pedig ugye hozzájuk a medve az jobban illett volna. Szibériai tigris. Vagy egy szibériai tigris. De valóban ez pontosan így, vagy hát minden gram számít ugye a hasznos teljes szempontjából. Mondjuk a kutatók meg a tervezőmérnökök nyilván egymás nyakát szorongatják minden gram kapcsán, most nyilván a medvénél is, meg hogy aztán a kutya, ez abszolút befolyás részt. Hát ugyanez volt már ugye Gagarinnál is, tehát hogy a kevesebb a több, nál az tipikusan, tehát hogyha lett volna egy 220 centis ember, akkor valószínű, hogy nem ő lett volna az első, ezt tudjuk jól, hogy az ő centiei erősen súlyt nyomtak alatba, ugye az, hogy ő milyen picike, mert ugye hát pici helyen kellett elférnie, de már ha ez vagyunk át az állatoknál, tényleg az volt, hogy van olyan fogalom is, hogy az űrkutatás, vagy ilyen lajka típusú kutyákat kerestek, tehát ami kis méretű, és ugye viszonylag intelligens, mert ugye az se volt mellékes, ugye, hogy intelligens és nyugodt természetű, tehát hogy ez legyen a legfontosabb szempont ugye az állatnál, ugye, hogy kibírja az utazást is, hogy kis helyen elférjen is, és az, hogy elvégezhető legyen vele a feladat. Tehát nem egy kis palotapincsit fognak felküldeni, a palotapincsi... vagy egy juhászkutyát, ami a nagy térhez van hozzászokva. Itt nem is az a baj, tehát ugye a fajta tulajdonság sem mindegy, mert a palotapincsi lehet, hogy elfért volna legalább 10 darab is, ugye a Sputnikban. Viszont meggyilkolták volna egymást, mire felérnek meg vissza, mert nem éppen egy ilyen kis barátság. Tudjuk jó, hogy a palotapincsi azt hiszi, hogy ő a legerősebb, és az oroszlánnak is neki megy, mert azt hiszi, hogy ő mindenkit legyőz. Tehát... Hát ezt úgy hívják, hogy pincsi hardware pitbull szoftverrel. Igen, tehát nem biztos, hogy praktikus lett volna, hogyha... De figyeljetek, mondtátok ugye Lajkát, hogy került az űrprogramba, ezt lehet tudni? Egy menhelyi kutya volt, vagy már erre évek óta trenírozták, és akkor beültették, vagy valamelyik pártfunkcionálisnak volt az ölebe. Hát a szovjeteknél nem nagyon volt erre pénz, hogy most itt trenírozzon a kutyákat, meg a maga nagy főemberek kutyáit küldjék fel. Igazából az volt a legegyszerűbb és legértelmesebb dolog az, hogy kóbor kutyákat küldtek fel, akik eleve hozzá voltak szokva a nélkülözéshez. Igen, hogy úgy fogdosták őket össze az utcán, tehát több kutyát, tehát amiket így találtak. Tehát mindegyik az volt. Tehát igen, azt mondom, hogy hozzá voltak szokva a hideghez, az éhezéshez, mindenhez, és akkor úgy válogatták, hogy tréningezték őket, hogy ki az, aki legügyesebb, aki legjobban használható. Tegyük hozzá azt is, hogy eleve, hogyha egy kóbor kutyáról van szó, akkor az már eleve nem a butábbik fajta, mert ugye képes túlélni egy olyan zord környezetben. Igen, tehát egy lalka se egyedül volt, tehát ugye rengeteg ilyen tartalék, úgyhogy, mint ahogy említettem, ugye 48 kutya végül is, aki így mindig jöhettek, de egyébként ez érdekes lehetett, hogy a tudósok néha csaptak egy kört, ugye az utcákon aztán próbáltak összebeszedni alapanyagokat, hogy ki lehet alkalmas, meg ki nem, ugye az szintén nézve az, hogy kistestű és kutya legyen, tehát hogy nem ilyen nagyméretűeket gyűjtsenek be. És ugye három kutya is volt a legvégső válogatónak, amik közül döntöttek végül is, hogy miért Lajka legyen. Tehát Lajka éppen ez volt, hogy nagyon egy ilyen nyugis, kezelhető, jó természetű kutya volt. Tehát egy ideális világban. Ő nagyon jó házi kedvenc is lehetett volna, tehát egy ilyen másik, egy párhuzamos univerzumban, vagy hogyha tényleg a minden kutya mennybe megy dolgot, komolyan veszük, akkor ő neki biztos arany élete van ott fel, mert ő egy, mondták is olyan, ugye, hogy egy ilyen jó lelkű kutya volt, mert az utazás előtti napon például ez nem lehet tudni, hogy mennyire igaz, mennyire egy legenda, ugye, hogy hazavitte magával az egyik tudós, hogy legalább egy napig szerető családba lehessen, és legalább egy napig játszhasson gyerekekkel, és teljesen jó és békés természete volt. Tehát abszolút 100% bizalommal volt a őt kísérleti nyúlként feláldozó, úgymond, hogy ilyen szóképzavarral érjek felé. Tehát eszükbe se jutott, hogy ne bízzon meg az emberekben, tehát teljesen 100%-ig. Ahogy is meghagyta, hogy azt csinálják vele, amit akar. Pedig tényleg, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen volt ez a kiképzés, tehát ez mondtátok, hogy az állatvédelem, ez hajmeresztő volt, amit ezekkel az állatokkal csináltak. Tehát, az biztos. Hát az a legkevesebb, hogy hideg, hogy nem volt meleg helyük, tehát az, hogy tényleg hidegben voltak, tehát hogy megszokják, ugye, meg az, hogy iszonyú szűk ketrecekbe zárták őket, tehát hogy mindig kisebb és kisebb ketrecbe, hiszen ez annyira kicsi volt ez a kapszula, amiben belerakták ezt a kutyát, hogy egyszerűen még lefeküdni se tudott, csak éppen állni egy helyben, tehát még megfordulni se, és ami
roppant kegyetlen dolog, hogyha belegondolunk, és ugye elszokatták őket, közben centrifugáztatták őket, hangos zajoknak tették őket, hogy mindezt megszokják, hát azért nem volt semmi, és hát tényleg igaz, hogy jobb is, ha lehet, hogy akkoriban nem volt ilyen állatvédelem, mert az biztos, hogy kapásból az űrprogram bedőlt volna, mert ezt nem hagyták volna. Ugye azért annak az időszaknak számtalan kiadványát elolvasva, azért így akkor is így áthatott, hogy egy ilyen szeretettel beszéltek az ebekről, ugye a Lajka kutyáról is, és ugye az akkori hivatalos narratíva az volt, hogy ugye a kutya ugye bizonyos idő után, a repülés bizonyos idő után ugye elaltatták, valami, talán, hogy valami méreggel letették, erre pontosan nem emlékszem, de egy ilyen irányított elaltatása volt tulajdonképpen, de amennyire viszont tudom, valójában a vége az sokkal borzasztóbb volt, mert egész egyszerűen elpusztult szerencsétlen állat az űrbéli körülmények között. Talán az, hogy túl a nagy hőhatás, ugye valami nem működött talán a hűtőrendszer. Az árnyékolással. Elvett, leégett igen, teljesen. És akkor ez volt a... De ugye ez is csak a, úgy mondom, hogy a Szovjetunió összeomlása után, amikor ugye ezek a titkos iratok is előkerültek ezekkel az űrutazásokkal, akkor lett tény. De hogy erről többet tudtok, azt mondjátok. Hát ahogy te mondtad, ez 2002-ben derült ki az igazságra. Igen, eredetileg azt ugye promózták, ugye, hogy csak egy hétre való táplálékot kapott körülbelül ugye a kutya, és az utolsó adagjába mérget raknak, tehát ugye, hogy humánus legyen az eltávozása, és ez mindenki teljesen úgy el is fogadta, meg ezt meg is értette. Mert ugye az tény is való volt, ugye, hogy Lajkát csak indították, tehát szó se volt arról, hogy ő vissza is fog jönni. Tehát egyszerűen tudták, úgy indították el a kutyát, hogy tudták, hogy vissza nem képesek hozni a földre. Tehát, hogy nem lesz visszaút, hogy ez csak ilyen van vétik itt lesz, tehát, hogy nem lesz visszaút. És ugye azért is volt ez így elfogadott ugye, a köztudatban, hogy igen, akkor szegény kutyát ilyen eutanáziával átsegítették az útra a túlvilágra, de ugye a valóságban derült ki 2002-ben, ugye, amikor megtudtuk, hogy valójában ugye a kutya teljesen pánikba volt, tehát a légzése meg a púzusa is jóval magasabb volt a normálisnál. Ráadásul, amit mondtál, ugye, hogy a hűtőrendszer az nem működött, ugye, majdnem, hogy szinte azonnal bedöglött az egész úgy, ahogy volt, és 40 fokos hőmérséklet volt a kabinban, tehát szerencsétlen kutya hőgutát kapott. És ugye még a novemberig volt fenn, akkor szakadt meg a kapcsolat ugye a Sputnikkal, és addig fent volt a szegény kutya, tehát az őben is, amikor visszatért, akkor is a légkörbe légve elégett, tehát eléggé méltatlan véget ért, és ezzel az az érdekes, hogy ugye mivel elég ha a nagy hőhatására elég hamar tönkrement minden, tehát nem csak a kutya kapott hőgutát, hanem a benne lévő összes űreszköz is teljesen tönkrement. Magyarán mondva semmi némi adatot nem tudtak szolgáltatni, tehát ez teljesen ilyen felesleges áldozata volt, és ezt egyébként nagyon jól tudták ők is, tehát később, amikor ugye kiderült ezen, volt ez a nagy coming out, hogy mi történt valójában, ők maguk is belátták, ugye az orosz tudósok, hogy ez végül is majdnem, hogy teljesen értelmetlen halál volt ilyen szempontból, mert nem tanultak semmit ebből a küldetésből, mert se az állat nem élte túl, tehát ugye azon se tudták, hogy meddig bírne, vagy hogy bírne, se pedig ugye semmi némi műszer nem működött, tehát teljesen úgymond felesleges volt, és ugye emiatt nem egy tudósnak meg is maradt a bűntudata egészen végig. Ja, hát ez érthető. Viszont, hogyha ugye szovjet űrkutyák, ugye itt a Lajka szomorú történet, de a Belka meg a Strelka, az egy pozitív sztori, hogy mind a két kutyát ugye visszahoztak. Erről még azt hiszem egy ilyen animációs filmet is csináltak, szerintem mondom, nyilván az oroszok. Meg erről sokat lehetett, én magam is elég sokat olvastam. Ugye ez a két kutya is megjárta az űrt, ezeket ugye ezek nemcsak, hogy túlélték, de rendben vissza is hozták őket a földre. Ezzel valahol, ezt úgy mondom, a Lajka kutya szomorú történetét még ugye abban az időszakban egy kicsit így ellenpontozták az oroszok. Hát ugye őket is ugyanúgy gyűjtötték be egyébként, a Belkát meg Strelkát, mint a Lajkát annak idején, tehát ők is ugye kóborkutyaként kezdték a pályafutásukat, és ugye ők is ugye ugyanazt a utat megkapták, végigjárták végül is, amit Lajka, tehát ugye kaptak kenelt, bőséges életet, de őket is ugyanolyan durva kiképzéseknek vetették alá, mint ugye Lajkát annak idején, és ugye már a Sputnik ötten repültek, és ugye figyelték folyamatosan őket. Itt már ugye, mivel már előrébb vagyunk jóval az időben, tehát ugye 1960-ban járunk, itt már nem történt meg ugye, hogy ez a hővédőpas kapásból
leégett, és akkor ugye a kutyák kezét is tudták túlélni. De egyébként érdekes, mert ugye mondtad, hogy sikeresen visszatértek mindent, de ez ilyen na hát, jéérzés volt a tudósoknak is, tehát ők maguk se akarták elhinni, hogy ez megtörtént. Tehát akkor nem nem, volt nem annyira számítottak erre, nem, abszolút nem. Tehát nem igen. Számítottak erre, hogy ez sikeres lett. Tehát ők megint arra számították, hogy ezeket a kutyákat is elvesztik, mint számtalan más ebtársukat, de egyébként ők nagyon jól reagáltak, tehát éppen ahogy figyelték, tehát ugye Belkának volt talán olyan, hogy egyszer elhányta magát, de egyébként azt követve érdeklődéssel figyelték, ami történik körültek, ettek is, ugattak is, éberek voltak végig, és velük próbálták ki először már, hogyha ilyen sikeres volt, hogy mint ahogy később ugye Gagarin is landolt katapulttal, ők is katapulttal landoltak, és teljes ilyen nagy lelkesedéssel fogadták ugye az embereket a földetéréskor, mint amit a kutyánk ugye megszoktuk, tehát hogy tök boldogok voltak, vidámak és lelkesek, tehát abszolút semmi bajuk nem volt, tehát teljesen jól vették az akadályokat. És ugye Sztirekának még kölykei is születtek, amiből még az amerikai First Lady is kapott. Ez egyébként egy érdekes sztori, tehát amikor Gagarin repüléséről volt egy ilyen konferencia Bécsben, ottkor volt ott ugye Hruscsov elvtárs is, és ugye Jackie Kennedy, ugye nem a férje jött el, és akkor úgy Hruscsov ugye ott dicsekedett, ugye, hogy ők megcsinálták a kutyákkal, és visszaolták, és élve, stb. És ugye Sztirekának vannak kölykei is, és akkor ugye Jackie viccből kérdezte meg tőle, hogy nem kaphatna ő is egy kis kutyát. És akkor persze Hruscsov, hogy hamat küldünk, és akkor ez ennyibe is marad, és az volt az érdekes, hogy amikor megszülettek ugye, a kiskutyákat, tényleg elküldték a Fehérházba, útlevéllel mindennel, és Pusinka nevet kapta meg a kiskutya. Egyébként az úgy került az egész át, hogy Jackie nem is szólt a férjéhez, tehát amikor elkezdett ugye a Fehérházba kóborolni egy ilyen orosz korcskutya, tehát erősen meglepődtek, hogy hogy került ez ide, és akkor derült ki, hogy ez nem akármilyen kutya, hanem ugye ez a Sztrelkának az egyik kölyke, sőt, valószínűleg, ugye, mivel a kölyöknek is, ugye Pusinkának is születtek később kölykei, tehát előfordulhat, hogy a Amerikában a mai napig szaladgálnak ilyen orosz űrkutya leszármazottak, tehát úgyhogy ez érdemes lenne egy ilyen kutatást is akár végezni, hogy kinek van űrkutyája az orosz a Szovjetunióból. Mennyi az űrkutya gének eloszlása az amerikai kutya populációban? Hogy ez volt a titkos fegyver az oroszoktól, hogy áttelepítettek egy kutyát, és akkor lehallgató készülékekkel mindennel, és így akarták bomblasztani az amerikai társadalmat. Amiről az jut eszembe, nem hiszem, hogy ti láttátok ezt a Kecskebűvölő című filmet. Zseniális amúgy, mert az pont az ilyen korai hidegháborús időszakokról szól, és pont az ilyen telepatikus dolgokról szól, meg ugye erről, ugye, hogy hogyan próbálnak az egyes államok kémkedni, tehát az oroszok az amerikaiak és az oroszokról, és pont van nekik egy ilyen felvetésük, hogy lehet, hogy az oroszok már kifejlesztettek olyan telepatikus eszközt, amivel befolyásolni tudják az amerikai elnököt. És sose lehet tudni, lehet, hogy Pusinkába volt beleszerelve egy ilyen mikrocsip, amivel le tudta káderezni, hogy mit csinálnak a Fehérházban, csak nem tökéletesen működött, mert holdraszállás mégsem nekik jött össze először. Hát volt ilyen sztori a hidegháborúban, az amerikaiak, a CIA kiképzett egy macskát, aminek a fedőneve Acoustic Kitty volt, és hát szegényt, amikor Moszkvába bevetésre küldték, akkor elütött egy taxi. Egy Volga taxi, biztos. Szegény macska. Szegény. De figyeltek, ugye említettétek a macskákat, hogy ugye a Félixet azt hiszem, más macska repült, arról van tudomásotok? Én nem nagyon, a macska az valahogy így elkerülte talán, vagy a franciáknál lehetett még. Igen, ez a macska volt, tehát ilyen nagybetűvel, csupa nagybetűvel, csak egy macskáról tudunk, igen, de ez is ilyen érdekes, mert elkülött is van egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy mondta, hogy Félix repülte, vagy ez a Felicet nevű cica inkább, mert első macska az elszökött, talán mégse ő tudott elmenni, mégis a más, de Felicet biztos, hogy repült, mert róla voltak fényképek is, amit teljesen kiakasztották a közvéleményt. Így egy szegény macska ráadásul, ugye 150 km magasságig tudott eljutni, 13 percig repült, és ugye le volt szíjazva, és ilyen elektródák voltak az ráerősítve a fejére, hiszen neki az agyműködését próbálták tanulmányozni, hogy ugye hogyan reagál a dolgokra, és nagyon idézőjelbe téve humánusak voltak a francia barátok is, legalább annyira, mint hogyha a Moszkvába képezték volna ki őket. Szerencsétlen macska túlélte az utat, minden sikeresen landolt, erre néhány hét elteltével fogták magukat, elaltatták, felboncolták, hogy tanulmányozzák, és kész. Tehát ez biztos, hogy kivágta a franciáknál a biztosítékot, és innentől kezdve nem volt tovább. Úgyhogy ezért volt ő a macska, és nem volt több. A majmokról csak így félig ejtettünk szót. Ugye alapvetően ugye tényleg az amerikai programoknál volt
emblematikus, meg én nagyon emlékszem, hogy még nagyon kajtattam is egy, hát valamilyen McDonald's-os sorozatban lehetett ilyen különböző űrkutatási relikviákat enni, vagy kapni, enni, hát a hamburgert enni, és amellé. És volt egy olyan, amiben egy valamelyik korai Mercury űrhajó volt, de még ugye, ugye az állatkísérletek, és egy majom kukucskált ki rajta, és ezt minden áron meg akartam szerezni, de aztán ezt elkapkodták az akkori gyerekes szülők, és aztán nem tudtam hozzájutni, bármennyi hamburgert is toltam be, de erre nagyon vágytam, de ugye ez a Hemp volt a talán a legismertebb, de hát nem egy majom volt, ugye ez az amerikai programoknak egy komoly kezdetét jelent. Erről mit lehet tudni? Ugye itt is a majom típus volt ugye a lényeges szempont, tehát mint ahogy mondtuk már, ugye, hogy nem egy gorillával kezdtek, vagy nem egy orangutána, hanem ilyen kisebb ilyen makákokkal, illetve rézusz majmokkal, ugye, amik kisebben elfértek, majd ugye az általad említett Hem lesz a csimpánz, tehát ugye a csimpánznak a mérete is akkorák. És ugye Albertből volt egy, tehát tényleg olyan, mintha az valami királyi családot vizsgálnál, mert volt Albert 1, Albert 2, Albert 3, Albert, így sorszámoztak szerencsétlen állatokat is, és az a szomorú, hogy tehát tényleg úgy jártak, mint a ilyen rossz királyi családban, ugye, hogy mindenki lefejezték, megölték, stb. Tehát mindenki meghalt szegény majmok közül, tehát egyiknek se sikerült túlélnie végül is, mert vagy indításkor robbant fel vele a rakéta, vagy landoláskor nem nyit ki az ejtőernyő, vagy simán, tehát mindig történt valami komolyban. Tehát az Albert, tehát nem tudom, tehát hogyha majmom lettem volna, és Albertnek kereszteznek, hogy legyek űrhajós, akkor halálosan pánikba estem volna, hogy ez minden csak nem egy jó ómen, mert az Alberteknek ez nagyon nem jött össze, tehát akármelyik Albertnek nézzük, mert mindegyikkel történt szegénye valami, hogy... Ez kb. Olyan, mint a filmekben a Sean Bean, hogyha látjátok Gyűrűk urában a Boromir, vagy a Trónok harcában a Ned Stark, és tehát, hogy bármilyen filmben szerepel, mindig meghal. Igen, vagy a South Parkban. Vagy igen, hát lehet, hogy Kennynek kellett volna elnevezni a Albertet, amikor a VFO 2-es rakétával felküldik szegényeket. De hát ugye volt ez az Abel meg Baker is, ugye, akik ugye 59-ben indultak, nekik sikeres volt ugye ez az utazásuk, tehát ugye ők voltak, akik már ugye túlélték ezt a szuborbitális repülést, és ugye az volt az érdekes, ugye, hogy Abelnek volt pekje, mert ugye ő ugye beépítettek ilyen kis érzékelőket ugye a bőrük alá, és ez a rutin műtétel, amikor ki akarták szedni ugye a belőlük visszatéréskor szegény majom azt nem élte túl, tehát ez is mekkora izé, mert hogy túléri szerencsétlen az orbitális repülést, mindent, még a landolást is, nem úgy, mint az Albert, itt a kollégái, és akkor egy ilyen rutin műtétbe kell belehalnia, tehát ez szerencsétlenek teljesen pekje volt, viszont a kollégája, az Baker, az 27 éves koráig elélt utána, tehát úgy néz ki, hogy vagy az egy gyűrűt találta meg már, hogyha felmerült a gyűrűk ura, vagy valami, tehát neki sikerült. Tehát ő neki sikerült, és ő túlélte, és ilyen végül ilyen végelgyengülésben öregkorában halt meg ilyen békés fenn. Hát nem tudom, szerintetek egyébként most jelenleg, a jelenlegi helyzetben várható az, hogy állatok fognak felkerülni az űrbe, akár milyen kísérleti céllal, akár hogyha később mondjuk az űrverseny újraéledésével mondjuk lesz egy állandó holdi bázisunk, egy esetleg valamikor a távolabb jövőben egy marsi bázisunk, hogy állatok kerülnek át, vagy állatok kerülnek az űrbe? Szerintetek ebbe van esély erre? Nagyon érdekes, mert ugye, ahogy kezdtük az adást, ugye erről lamentáltunk, hogy mit hoz a jövő, hogy még mennyire lehet, meg mennyire fogadja el a közvélemény, mennyire életszerű, de nagyon érdekes, hogy jelen pillanatban ez abszolút nincs a terítéken. Tehát ahol a jelenleg ugye űrverseny zajlik, ugye lényegében ugye a hold látszik, ahol az a cél, hogy emberek térjenek vissza, nyilvánvaló, hogy elsősorban ugye Kína, meg az Egyesült Államok vetélkedik. Ugye a Mars egy kicsit távolabbi, de belátható időn belül, ugye ott is ugye megy egyfajta verseny, ugye jelen pillanatban az űrszondákkal, az nagyon szépen látszik. Utána a következő két etapot egyfajta az lesz, hogy ki tud visszahozni automata módban kőzet és talajmintát, vagy ki visz embert, nyilván ott azért az Egyesült Államok a legesélyesebb, viszont szó sincs állatkísérletekről. Én sem hallottam semmi ilyesmit, és nem csak, hogy állami cégeknél, tehát mondjuk NASA vagy Roscosmos sem tervez ilyet, de a magánűr cégek sem tervezik ilyet. Nem lehet hallani azt, hogy mit tudom én, Elon Musk azt tervezi, hogy felküld egy hőrcsököt az űrbe, tehát abszolút nem lehet ilyet hallani, senkinek nem jut az eszébe ilyen. Hogy aztán később, hogyha majd mondjuk lesznek állandó holdi
települések, vagy esetleg marsi települések, hogy itt lesznek-e háziállatok. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát az, hogy ez egy teljesen bizonyított tény az, hogy egy kutya vagy egy macska azért jobbá teszi az ember életét már a puszta jelenlétével. Tehát tényleg egy házi kedvenc az tud egy olyan szeretetet adni az embernek, ami főleg egy olyan környezetben, mint mondjuk a Hold vagy a Mars, azért nem egy elhanyagolható dolog. Érdekes, mert szerintem a mászk állatot akarra vinni a fülbe, biztos nem hörcsögöt találnak ki, tehát amilyen extintet él, vagy krokodilt, vagy valamilyen... Kaméleont, vagy... Nem is tudom, itt valamilyen ilyen rinocéros, vagy valami olyat vinni, ami senkinek nem jutna eszébe, tehát mindig mivel olyat csinál, amit más normális embernek nem jutna eszébe, tehát biztos valami olyasmit vinne el, tehát... Tudod, ilyen piranyákat, vagy bármit. Tehát... Zsiráfot. Zsiráfot piranyával együtt. Lehet, hogy azért akkor azt társít, tudod, hogy a nyaka elférjen, és akkor úgy... De egyébként tényleg lehet, hogy ilyen modernkori Noé bárkája lesz, és akkor ugye nem is a hasznos teher, nem, az most nem egy piros Tesla lesz, hanem ami így bele lehet zsufolni, és ilyen lajhártól kezdve ilyen tapíron át bármi. Akkor az orosz medve is befér akkor. Másik az ugye, hogyha én, amit te voltál, Gergő, én is valahogy azzal értenék egyet, hogy nem azért vinnénk kutyát, meg macskát, meg papagájt a... Marsra meg a Holdra, mert ott feltétlenül szükség lenne, hogy legyen kutya, meg papagáj, meg mars, hanem pont ilyen pszichés okokból. Tehát, hogy az embernek van szüksége arra, hogy legyen valami szőrös ízi, amit simogathat. Mert ugye akinek van macskája, tudja, hogy a macska dorombolása az roppant megnyugtató tud lenni, tényleg. Akinek van kutyája, az meg tudja, hogy amilyen hálás tekintettel tudnak nézni az emberre, az szintén jó. A hörcsögöt meg csak nézed, mert van pont úgy, mint a halad, tehát nagyon nem tudsz mit csinálni vele, maximum relaxálsz, ahogy az elmolyolgat. De még az Enterprise hogy is jövök, fedélzeten is volt macska, tehát ott is előfordultak macskák, és még ott is szükség volt rá, pedig ugye már a jócskán túl vagyunk a 22. 23. századon is a technikai fejlettségen, tehát ezeknek biztos, hogy emiatt lenne fontos szerepe, hogy tényleg az embernek legyen mit, legyen nyúnyókája a Holdon meg a Marson, mert úgy hiányozna valami élő dolog. Alsóbrendű állatnak lehetne olyan jelentősége, hogyha mondjuk tényleg egy akár Holdról, akár Marsról van szó, hogyha létre akarunk hozni egy pici ökoszisztémát talajjal, növényekkel, hogy bizonyos talajlakó élőlények meglegyenek, amik ugye segítik a különböző anyagkörforgásokat. Ilyen értelemben én ezekre a kis apróságokra tudok úgy tekinteni, mint haszonállatokra, de az, hogy mit tudom én, most felvegyünk egy szürke marhát, vagy valamit, tehát erre abszolút nem látok. Tényleg az, hogy legyen valami kis szőrös, amit lehessen simogatni. De ez jó, mert ilyen haszonállat a nitrogén megkötő baktérium is, meg egy tehén is, tehát végül is, hogy... Hát végül is metán csinál, tehát mondjuk ez végül is nem hülyeség, amit mondasz, tehát lehet, hogy... metángázzal járó hozzá a Marsnak a globális felmelegedéséhez és a Mars terraformálásához. Tényleg, akkor lehet, hogy teheneket fognak vinni. Gondoltál már arra, hogy ezt megírod Elon Musknak? Most, hogy mondod, ez lehet, hogy fel kéne vetnünk neki, hogy megvan, kitaláltuk a megoldást, hogy mit kell csinálni. Egyszerűen vigyen teheneket, tehát ennyi. De nagyon érdekes, amit ugye elkezdtetek, abból a szempontból is, hogy ugye itt mindig kísérleti állatokról van szó, hogy akkor kísérletezünk ember helyett, akkor majommal, kutyával, stb. Vagy vizsgálunk valamilyen életfunkciót, vagy egyszerűen ugye a műszaki paramétereket vizsgáljuk, hogy túléli ez a szerencsétlen állat, mondjuk az adott visszatéréskor fellépő gyorsulás, stb. Stb. De arról kevés szó esik, hogy a haszonállatokról, már pedig ugye ilyen kísérletek, tudtam, ilyen ugye tyúktojás keltetés az volt az űrsiklókon is, de ugye ezek az élelmiszerellátás szempontjából is fontosak lehetnek egy jövőbeni holdbázison, marsbázison, vagy valamilyen, akár egy földkörüli űrállomáson is. Ez amellett, hogy ez a tyúktojás keltetésről tudok, nem nagyon tudok ilyesmit, de ez se jelenik meg nagyon az ezzel kapcsolatos publikációban. Én legalábbis nem nagyon olvastam erről. Pedig ez tényleg érdekes lenne, hiszen a tyúkok azok megendék a salátát, meg a spenótot, amit termelnek a nemzetközi űrállomáson, tehát ugye nekik ez nem lenne gond, sőt a krumplinak a héját is megendik, tehát egészen jól lehetne őket tartani.
Csak azt nem tudom, tehát ez a milyen ruhát adjunk rá atyukokra, hogy a marsi klímát kibírják. Hát igen. De ez valóban egy nem tudnának ökoszisztéma. kapirgálni nekik, meg az fontos, és azért az eléggé izére nem, mert akkor rögtön ilyen sült csirke lenne, és akkor a KFC szponzorálna ezt, ezt az akciót is, ugyanúgy, mint a tojáskeltetést. Lenne egy vénuszi település, akkor egyszerűen csak kiengeded a tyúkot, és egy pár másodpercben meg is sül, és kész a Vénuszon sült tyúk. Igen, és a Vénuszon ilyen KFC lenne, ugye, hogyha a Marson a Starbucks van, akkor a Vénuszon meg lehet a KFC. Lerántjuk erről ezt a vicces megközelítést, de azért erről is gondolni kell, hogy nyilvánvaló, hogy űrhajósoknak, meg az ott bármilyen tevékenységet végző, kiszolgáló személyzetek, stb. Nyilván az ellátásról ilyen szempontból is gondoskodni kell, és ezt nyilván egyfelől humánus körülmények között kell tenni, de nyilvánvaló, hogy arra azért ne alapozzunk, hogy csak vegetáriánus táplálkozás, ami ugye azért így benne van a levegőben, de nyilvánvaló, hogy egy hosszú távon el szükség lehet erre. De hogy ezt hogy fogják megoldani, ez egy jó kérdés, de ezzel is azt hiszem, hogy úgy mondom, hogy még nem érett meg az idő, hogy a jövő szempontjából foglalkozzunk, úgy gondolom, vagy nem foglalkoznak vele. Szerintem nagyon prózai egyenlőre, hogy ugye ember jusson ismét a Holdra, aztán majd egyszer visszatérnek rá, tehát ugye ennek még úgy nincs realitása. Nyilván most még a jövő kutatók asztalán van mindez, vagy a tervek, aztán meglátjuk, mi válik valósággal mindebből. Hát állati fehérjére nem feltétlenül arra kell majd gondolnunk, hogy sertést viszünk a Marsra, hanem amit Gergő is mondott, hogy kisebb fejlettségű állatokat. Tehát ugye mivel tudjuk jól, hogy Ázsiában a különböző izetlábúak is teljesen normális táplálékok, akkor előfordulhat, hogy tehát ugye nem csak Keresztelő János tudott sáskán és mézen élni, és, hanem akár a marsi kolónián is lehet. És ugye tudjuk, hogy rengeteg fehérje van benne, állati fehérje, csak ugye minden szokás kérdése, hogy mit teszik az ember, meg mit szok meg. Sőt, ugye erre voltak ajánlások az ENSZ részről is, hogy nyilvánvalóan az afrikai éhezésnek az egyik megoldása ez a fajta ízelt lábúakkal való, ami ugye olyan fehérje tartalommal bír, és az ottani étkezési szokásoktól sem idegen, tehát ez lehet a megoldás. Nyilvánvaló ebben is egy olyan szempontból kell egy paradigmaváltás, hogy azok a fejlett űrnemzetek, akiknek a ugye az űrhajósai nyilván egész más menü soron szocializálódtak, hogy esetleg ez elfogadható legyen. Nyilván ez a jövő, majd meglátjuk. Egyébként érdekes lenne az űrhajósok arca, ugye amikor megérkezik a Cygnus teherhajó, ugye kinyitják, hogy ez a mit teszünk ma, és akkor a megszokott pizza helyett ez a sáska püré, meg ilyen, csigák, meg ilyesmik lennének. Tehát elég érdekes lenne szerintem. Nem biztos, hogy olyan vidáman ülnék le ezeket. Lehet, hogy a francia űrhajósok örülnének neki. De minden esetre érdekes, hogy már az állatokkal kísérletünk, egyébként érdekes ember kísérlet lenne, hogy mit szólnának hozzá egy viccből is, hogy pizza helyett egyszer ilyen ízeltlábú menüt küldenének fel nekik, és csak a legközelebbi teherhajó küldene úgymond normális ételt, hogy mit szólnának hozzá, hogy kibírnák el, de ezt fel lehet vetni akár javaslatnak is, hogy kipróbálják, hogy vajon mit az emberi szervezet ezt hogyan tolerálna. Valljuk be, azért mi magyarok elég rossz helyzetben lennénk, tehát ugye a jó kis szalonnától, kolbásztól, hirtelen ugye át kellene állni ilyen kukacokra, meg bogarakra, hát... Figyelj, erős pistával lecsúszik, azt meg lehet tubusba rakni. Mi lenne a halásnémmel? Mi lenne az, ha figyelj, az bele le... Tényleg a halakról nem is beszéltünk, hogy azok... Pedig voltak halak is kis fent az űrben, tehát velük is szintén végeztek kísérletet, halakkal, meg békákkal is, ami szintén ilyen kuriózó. Van remény. Igen, tehát de egyébként a halászli az teljesen jó, csak össze kell turmixolni, berakod a tubusba, és akkor mehet. Azt is lehet minden turmixolni így egyben, aztán hadd szóljon. Még egy kérdést azért vessünk föl, itt lassan az adás vége felé közeledve, hogy ugye magyar űrállat. Hát én gyerek voltam, így pontosan... Rájöttem, hogy igazából mi megelőztük a szovjeteket, most, hogy így visszagondolok, mert hát ugye annak idején azt mondták a szovjetek, hogy űrhajósunknak, hogy hát megelőztük a szovjeteket, mivel ők, amikor felküldtek egy kutyát, mi felküldtünk egy farkast. Igen, hát én a TV macira emlékszem határozottan, ugye, hogy hát így gyerek voltam, ugye ez ugye 1980, akkor 8 éves voltam, és ugye minden nap
Úgy kezdődött a 7:30-as tévéhíradó, hogy kapcsolták a szájút űrállomást, ahol ugye ott volt a Farkas Bertalan, és ugye előtte volt a szokásos menet, a tévétorna esti mese, és ugye ott a tévémoci ebben az időszakban ugye űrruhában tűnt fel. Ez a űrruhás tévémoci egyébként szerintem ami kiállítási darab is lehet, úgy tudom talán az MTV-onál, de ez így teljesen belém égett, és ez annyira egyébként aranyos és jó pofa volt, hogy ezt az ember nem tudja elfelejteni, és nem is szabad elfelejteni. Nagyon köszönöm nektek ezeket a nagyon érdekes információkat, tényadatokat, meg meglátásokat, meg szerintem sok ilyen vicces dolog is előkerült. Sok állatságról beszéltünk. Igen. Igen, ez a majomkodtunk egy sort. Majomkodtunk egy sort, és így értünk tényleg műsorunk végére. Ez volt a Planetok Esznek a 6. adása. Szeptember 2-án indul újra anyaműsorunk, a Parallaxisnak a podcast sorozata, viszont még a nyár folyamán találkozhattok velünk. Legközelebb egyben utoljára, ez augusztus 19-én lesz. Köszönöm a kedves hallgatóknak a kitüntető figyelmet, valamint műsorvezető társaim, Bardóczni Kocsis Erzső és Kovács Gergő nevében is búcsúzom. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu